így adódott az én születési történetem. Mi hárman sírtunk. Kezdődött velem, aki ugye megszületett és felsírt. Megláttak engem, következett az orvos, aztán édesanyám. Az utam egy olyan fiatal lányhoz vezet, akiről egyelőre csak annyit tudok, hogy másokhoz képest hátránnyal indult az életben, és nagy harcos. Hogyan vívta meg a küzdelmét azért, hogy elfogadják? Milyen esélyei voltak arra, hogy sikeres és boldog ember legyen? Ő maga vajon hitte abban, hogy ez lehetséges? Mit tanulhatunk a történetéből mi, akiknek mások a gyengeségei? Miért pont veled történt meg? Felmerült-e benned ez a kérdés? Amikor pici voltam, akkor úgy képzeltem, hogy jönnek a gyerekek egy ilyen futószalagon, és onnan leesnek, és hogy december 16-án, amikor az én szülinapom van, akkor pont én voltam, aki így esett le. Amíg az anyom éhben voltam, a köldök zsinór rátekeredett a kezemre, és elzárta a vérnek az útját, és ezért megmaradt ez embrionális kiszként. A szülőágyon az volt a döbbenet, mert ugye szembeállt velem az orvos és a többiek, hogy olyan lefagyott mosolyt láttam. Jönnek azok a kérdések, hogy miért pont mi itt vétettünk. Ez úgy szépen elhalványul, és akkor az ember már csak arra fókuszál, hogy derüljön ki akkor, mi az, ami vár rá, meg ránk. Ránk, és hogy fog működni továbbiakban az életünk. Csongor mindig nagyon erős volt, és azt mondta, hogy hidd el, mindent meg fogunk oldani. Kisgyerekként hogy fogtatta azt fel, hogy te más vagy, mint a többiek? A környezeted hogy reagált erre? Emlékszem arra a pillanatra, amikor óvodáskorú voltam, és rájöttem arra, hogy tényleg én vagyok más. Tehát amikor megérti az ember, hogy aki szembe jön vele, ők vannak többen, és én vagyok a különc tőlük. És igazából én mindig nagy dumás voltam, úgyhogy az óvodába is szerettek, de nyilván sokat csúfoltak. De érdekes volt, mert nem zárkóztam én be ettől, meg nem éreztem emiatt haragot, hanem tudom, hogy ez egy állapot. Kedvenc tanárnőm, Ancsi néni volt az általános iskolában, ő volt az osztályfőnököm. Elsőben tanították a gyermekeknek, hogy egy méter az ennyi, kartól karig. Na hát, én gondolkoztam, hogy akkor nálam hogy is van ez, még nem jelentkeztem, és megkérdeztem tőle, hogy Ancsi néni, ez hány méter? Volt egy sajátos élményem az egyik tanárnőmmel, aki történelmet és irodalmat oktatott nekünk. Szeretett járkálni a tanteremben, én pedig nyilván, mivel nem hallok jól, ezért fordultam utána, hogy hol arra járt, hol erre járt. Két év után ez azért már csak egy kicsit kínos volt neki, és az egyik tanszünetben két óra között megkérdezte tőlem, hogy te Levente, te szerelmes vagy belém? Matek órán megkérdezte a tanár, hogy hány egyenletet látunk a táblán. Többiek így gondolkodtak, telefonoztak, nem tudom. Én meg így gondoltam, hogy kicsit trollkodok, és megszólaltam, hogy én egyet se. Ő meg a kiskutyánk volt. A szembe szomszédunk áthívott minket, hogy válasszunk, mert elég sok kiskutya született, hogy akkor félreteszi nekünk, melyiket szeretné. És én mondtam neki, hogy mi azt szeretnénk választani, aki a legkevésbé dekoratív és aki utoljára marad, azt tartsák meg nekünk. Mi nem kell senki. Az lesz a miénk, igen. Emlékszel te arra, hogy a szüleid hogy készítettek fel téged, amikor mész az óvodába, a gyerekközösségbe mész? Hogy magyarázták el neked, hogy te milyen vagy, és hogy reagálj? Elsős voltam, amikor már én mondtam az évnyitón a verset, és hogy soha nem foglalkoztak azzal, még hogyha ők látták is, hogy esetleg valakinek ez meglepő, hanem hagyták, hogy én ugyanúgy éljek, mint bármilyen másik gyerek, és hogy bátor legyek. Soha nem dugtuk el a kezét, és neki is azt mondtuk, hogy nem, és hogyha valaki megkérdezi tőle, hogy és mi történt, akkor ennyi van, itt születtem. Azért az biztos, hogy benne nem volt ez ilyen egyszerű, ahogy nőtt. Nyilván nagyon sok kérdés érte, és azért hazudnék, azt mondanám, hogy nem jött haza úgy, hogy anya, úgy néztek rám, meg el se hiszed azokat a tekinteteket. Volt olyan helyzet, amiben úgy érezted, hogy vagy izgultál, hogy te alul maradsz? Én addig mentem, ami valamilyen úton, módon azt a dolgot sikerült, mint a sportban, meg a tanulásban. Úgyhogy ez szerintem, aki nem ebben a helyzetben, én azért gondol először arra, hogy ez fizikai akadályt jelent, mert nyilván
ezeknek a legtöbb embernek ez a kézenfekvő vagy a szembetűnő, de nem az a nehéz ebben szerintem, hogy fizikai akadályokat leküzdeni, hanem van az emberben egyfajta megfelelési kényszer, meg szorongás, és hiába kitűnő tanuló voltam tényleg egész életemben, de akkor is rettenetesen izgultam, mert tudtam, hogy nekem extra jól meg kell csinálnom. 12x50 méter pillangó után az uszodában fáradtan felmentem az öltözőbe. Így keveredtem össze pár kislányal, akik szintén velem öltöztek. Azt vettem észre, hogy annyira elkülönülnek tőlem, rám nézni sem mernek, nem mondom, így be kell avatkoznom, ez így nem maradhat. Azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, csajok, bátorságpróba, ki meri megfogni. Kislányok először visszahőköltek, de aztán először egy ujjal, aztán rendesen is megfogták kiskezet. Mondtam nekik, hogy tulajdonképpen ők annyira snasszak, hogy nekik kétkezű van, és igazából ez az igazi sikk és menőség. Kijöttek az öltözőből, és egyszer csak azt hallom, ahogy kiabálják a szüleiknek, hogy anya, anya, én is ilyet szeretnék. Mikor azt mondta, hogy most anya, akkor átúszom a Balatont, akkor én azt hittem, hogy megőrülök. Akkor tényleg úgy voltam, hogy édes kislányom, most muszáj ezt, most tényleg ennélkül is tökéletes vagy, elhisszük, hogy én átúszom. Mit jelent neked az úszás? Igen, igazából ott érzem azt, hogy kicsit más, mint a fizikai valóban, mert ott sokkal ügyesebbnek érzem magam, az sokkal egyszerűbb, mint felvágni egy paradicsomot, mert a vízben mindenki egyenlő. Az olimpiai kvalifikációs időhöz nagyon közel jártam, de akkor kezdtem el az egyetemet, és akkor döntenem kellett, hogy megpróbálom, hogy sikerül-e pillangóban az olimpiát, vagy tanulok. Miért pont gyógyszerész akartál lenni? Nagyon szeretnék a tudásommal segíteni, és ez egy nagyon kézzelfogható segítség. A szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy fakultáció választás előtt menjünk el, és kérdezzük meg az egyetemen a munkaalkalmasságin az orvost, hogy mit szólna ehhez, vagy ez jelente bármi problémát. Rám nézett, ledobott egy ollót az asztalra, és azt kérdezte tőlem, hogy vegyem fel. És én azt hittem, hogy ez valami teljesen szimbolikus dolog. Természetesen felvettem a kezemmel, és mosolyogtam rá, hogy sikerült, hogy tessék, felvettem. Aztán azt mondta, hogy nem, vegye fel a másik kezével, ő úgy gondolta. Hát akkor egy kicsit jobban meglepődtem, de felvettem az ollót. Mosolyogtam rá még akkor is, hogy tessék, uram, meg tudtam csinálni most már, akkor zöld utat kap a jelentkezésem. És sose felejtem el, nagyon gúnyosan odajött hozzám, megsimogatta a vállamat, és azt mondta nekem, hogy de két kézzel nem tud vágni, úgyhogy sajnálom, Beatrix, ön erre alkalmatlan, viszontlátásra. Elgondolkodtam azon, néha talán nem is vagyunk tisztában azzal, hogy bizonyos tetteink akár akaratlanul is hogyan befolyásolhatják mások egész életét. Én magam hányszor ítélkezhettem tévesen az első benyomás alapján. Beatrix derűlátása vajon elég ahhoz, hogy ne törje meg mások róla alkotott véleménye? Akkor már be se adtad, hanem rögtön Szeged? Igen, egyedül Szegedet jelöltem meg. Nem merült ez fel, hogy mást válasszak. Azt kellett eldöntenem, hogy úgy jelentkezzek oda, hogyha bármit tényleg nem tudok megcsinálni, akkor azt el tudjam fogadni, és amikor elmentünk Szegedre, ahol nagyon kedvesen fogadtak, akkor ott is egyértelművé tették, hogy arra ne számítsak, hogy bármilyen könnyítést kapok. Ha így meg tudom csinálni, akkor meg tudom. És úgy voltam vele, hogy nyilván én is nagyon izgultam, de ahogy haladtam előrébb, akkor már tudtam, hogy igazából menni fog. Semmi más nem történt, mint az, hogy nem vették el a kedved. Adtak egy esélyt. Adtak egy esélyt. És ez a legnagyobb dolog, hogy legalább azt kaptam. Ha megismerünk egy idegent, a legtöbb esetben kérdezünk a másiktól. Van testvéred? Mit szeretsz? Hol tanulsz? Nálam ezek mindig lassabban jönnek, félnek kérdezni, de egy idő után, ha elég bátor az ember, megkérdezi, hogy te miért jársz így? Hát akkor elmondom, hogy így sikerült megszületnem, és amikor végig gondolják azt, hogy
De mégis miért? Akkor felszokták tenni a kedvenc kérdésem, neked akkor az egész családod mozgássérült? Hát persze. A vezeték népen jár. Beházasodsz egyből te is. Amikor sétálok az utcán, akár Szegeden, de a másik városban is, azért szoktam kapni érdekes kérdéseket. Valaki mellém szegődött is, kérdezte, hogy Andrea Bocellit szereted? Hát mondom, nem szeretem, teljesen más zenét hallgatok, de mondjuk Stevie Wondert sem szeretem. Amikor mész egy állásinterjúra, akkor mi megy át otthon a fejedbe? Itt én most megmutatom, mit fognak szólni. Nyilván tudom, hogy sem értelme nincs ezt akargatni, mert mindegyikünknek könnyebb, hogyha ez így elsőre kiderül, és én mindig azt az utat választottam, hogy ha nem is volt még személyes forduló, de leadtam az önéletrajzomat, és elmentem személyesen, hogy vessen rám egy pillantást, hogy ne érezze senki magát becsapva, hogy tudják, mi a helyzet. Érte hátránya miatt? Csináltam egy kenőcsöt egy idős bácsinak, és én akartam neki ugye kiadni a gyógyszert, amikor kész volt, és amikor meglátta, hogy azt én csináltam, akkor azt mondta, hogy ő ezt így nem hajlandó használni, mert hogy ettől biztos, hogy meg fog halni. Olyasmi dologért, hogy annyira nem látnak szívesen egy munkahelyen. Megtörtént az, hogy amikor átvettem egy asszisztenstől kötszereket, akkor hozzám vágott egy dobozt, és ennek nem lett következménye. Sokszor mondták azt, hogy magam milyen szép is lehetett volna, milyen kár magáért. Illetve az is előfordult, hogy azt mondták nekem, hogy nem írok elég szépen, nem írok elég gyorsan. Ez nekem egy nagyon szimbolikus mondat volt, mert ez azt jelentette, hogy én ezen nem tudok változtatni, uh-huh. És hogyha ez mégiscsak kifogásolható, akkor sajnos ez valószínűleg a későbbiekben is így lesz. Inkább te álltál tovább. Igen. December 15-én volt az állásinterjú ide, ahol most dolgozok, pont a szülinapom előtt egy nappal, és az volt életem legjobb szülinapi ajándéka, amikor én megtudtam, hogy kérdés nélkül felvettek ide, és én ezért nagyon hálás vagyok. Aki gyógyszerészként végez, dolgozhat az iparban, gyárban, dolgozhat a közforgalmú patikában, és van ez a kevésbé ismert terület, ami a kórházak, klinikák világa. És ennek az a lényege, hogy nyilvánvalóan az ottani osztályoknak biztosítanunk kell a gyógyszer igényüket. Be a fizikai adottságai mellett én sosem kételkedtem abba, hogy el tudja látni a munkáját. A páciensekkel ebben nagyon könnyen tud kontaktust teremteni, szerintem ez az alapvető kedvessége miatt is lehet. Sokkal jobban kell az ő tudásuk és az emberségük, és amikor találkoznak a páciensekkel, hogy hogyan állnak hozzájuk, mint az, hogy mondjuk tud-e valaki pillulást odaadni, vagy nem, és amúgy ebbe a tud. Mi a legnagyobb siker a munkádban? Mi ad neked sikerélményt? Ha találkoztatok a betegekkel az osztályon, a vizitek alkalmával, nagyon szeretem, hogyha ha esetleg rájuk mosolygok, és ők esetleg tőlem kérnek fájdalomcsillapítót, vagy ilyesmi, hogyha mondjuk másnap is felmegyek az osztályra, és esetleg valamit javasoltam, és látom, hogy ott hagyták a lázlapján, tehát ez bevált nekik ez a terápia, az tök nagy siker. Mit hoztál nekem? Hoztam egy kis levest, majd lesz egy kis gránátalma is, és egy kis zöldséges körettel egy kis húsi csak el van rejtve. Ahogy összeköltöztünk, reménykedtem benne, hogy kapok némi segítséget, hát mégiscsak két keze van. Ez elég kúszta ábránt volt, és elég hamar ledőlt, ugyanis mi egy zöldségszeletelésben vagy bármiben kezdtünk, Levente olyan ügyetlenséget mutatott, mint még senki a környezetemben. Így történt egyszer az, hogy teljesen őszintén csak annyit mondtam neki, hogy tudod mit, Levente, inkább maradjon ez az egy kezem, mint kettő olyan legyen, mint a tiéd. Beatrixot családja feltétel nélküli szeretete is segítette abban, hogy ne veszítse el mindent beragyogó életörömét. Elhatározta, hogy boldogan fog élni, kedvesével az oldalán. Nap mint nap annyiszor kimondjuk, hogy van egy párom, de az ő esetükben ez valódi értelmet nyer. Megbonthatatlan egységet alkotnak. Levente, hogy ismerkedtetek meg? Te hogy emlékszel? Ez 2019-ben volt, két éve, májusban.
egy közös ismerősünk, aki az esélyegyenlőségi irodában dolgozik az egyetemen, ő felvetett egy ötletet, hogy a humorérzékünket felhasználva egy humoros estet, egy stand-up estet össze lehetne hozni, mert ő ismert több ilyen más fogyatékossággal élő hallgatót, akiknek szintén jó a humorérzékük, és hát közé tartozott Dödi. Ráírtam privátba, be is jelöltem ismerősnek. Egy idő után a vak társunk szólt, hogy ha lehetne, akkor ne itt folytassuk a csoportba a személyes beszélgetést, mert neki a olvasó programmal végig kell olvasgatni a mindent. Megbeszéltük, hogyha élőben is tetszünk egymásnak, akkor összejövünk. Az volt hozzám az első mondata, hogy élőben is szép kék szemed van, és hál' Isten, hallom, amit mondasz, mert hogy ugye olyan lentről jön a hang. És még most is vannak olyan időpontok, olyan napszakok, olyan fényviszonyok, ránézek a feleségemre, és egyszerűen átévedek a szemében. Olyan szépen rám tud világítani a szeméből a türkiz, hogy engem teljesen elkábít. Vizsga időszakba szövődött Igen. ez a szerelem, ami külön komplikált volt, ugyanis életemben nem tettem át ennyi vizsgát, mint akkor. Már eltett 2 hét, egy darab sikeres vizsgám nem volt, és én közöltem a szüleimmel, hogy most vagy mindenből meg fogok bukni, és évet csúszok, mert nem lehet szerelmesen tanulni, vagy a Levente hozzám költözik. Sokszor beszéltünk arról, hogy mennyire szeretnénk ilyen klisésen együtt töltött időt elmenni moziba, elmenni vacsorázni, vagy elmenni vásárolni. Ehelyett az lett, hogy látástól vakulásig a könyvtárban voltunk egymás mellett. Mi a Parkinson-korról beszélgettünk inkább, mert egyebekről ennyi volt. Igen. Mi programunk? Hogy tudjátok egymást segíteni? Mi a leosztás a hétköznapokban? Ki mit csinál? Ki segít a másiknak? Én vagyok a Juan ébresztő óra, mert Levente nem hallja hallókészülék nélkül. Igen. Ezért akármikor is kell Levente, én sem alszom nyugodtan. Azt a magas fokú szeretetet, ahogy ő szeret engem, és ahogy ő támogat engem, és amennyire ő azt érzi, hogy senki mással nem tudna így fúzionálni, csak velem. Ebbe ez az, ami nagyon szép, nem feltétlenül csak ezek a fizikális dolgok. Az teljesen természetes, hogy nekem is intézzük. Többször előfordult az, hogy nem hallottam jól különböző események miatt. Hónapokig. Tehát ez hetekig, nem egy-egy napról tehát beszélünk. Nem egy-egy nap, és ő ott volt mellettem azokban a nehéz időszakokban, és megadta nekem azt a türelmet, ami kellett. Nagyon szép. Olyan furcsa így látni magunkat amúgy. És tényleg így egy perc alatt teljesen megváltozik ez az egész, hogy az ember ezt kimondja. Augusztusban volt az esküvőtök. Milyen volt? Életem eddigi legjobb napja volt. Néhány év múlva hogy látlak titeket? Reméljük sok gyerekkel, az a terv, hogy félkezű siketekkel benépesítsük a földet, ugye, Levi? Igen, igen. Az biztos, meg biztos, hogy nagyon boldogan. Igen. Ugyanígy szeretve egymást. Ez volt az egyik legszebb pillanat. A fogadalmak. Fogadom, kedvesem, hogy téged, mint hitvesem, büszkén viselnek a számon, a mellemen. Veled együtt, csak is veled, és nélküled soha tervezem az életem. Keveim fognak, lábaim visznek, és a hátam is tart, ha elfáradnál. Kisgyermekkorom óta megvolt bennem az az erős hit, hogy egyszer majd valaki észreveszi, milyen ember vagyok, és lehajol értem. Te jelented nekem a feltétel nélküli szeretetet. Őszintén köszönöm, hogy annyi ember közül pont engem választottál. Szegeden voltunk, és vártuk a villamost. 2 ember, aki, mint utólag kiderült, vallási hittérítő volt, oda nem lépett hozzánk. Bemutatkoztak, elmondták nekünk, hogy most éppen egy gyűlésre tartanak, és hát ha már mi itt vagyunk és várunk, látták az én kezemet, és ők úgy érezték, hogy nekik ide kell hozzám lépniük, és mondjunk el közösen, értem egy imát. Ott állt Levente, frissen műtött füllel, halókészülék nélkül, próbált valamit motyogni utána, hát mind a ketten mondtuk ugye az imát, de ugye ő nem hallotta. Nagyon zokon is vették a hittérítők, és mondták is, hogy nem hiszik el, hogy miért nem mondja elég hangosan. Azon gondolkoztunk Leventével, hogy milyen jó lesz, hogyha feltárjuk előtte, hogy igazából ő nem hall. Nos,
Hát ez megtörtént, és csak annyit mondtak nekünk, hogy bár ők nagyon hisznek a jó Istenbe, és nagyon sajnálják, de sajnos neki már nem lesz annyi ereje, hogy rajtunk is segítsen. Beatrix és teljes családja lélek melengető optimizmusát magammal viszem. Közös történetük ez, hiszen összefogva küzdöttek meg azzal, amit a sors rájuk osztott. Az őket ért megpróbáltatások ellenére is úgy érzem, szerencsés emberek. És arra tanítanak minket, hogy ne tévesszük szem elől a valódi értékeket. Szerinted neked honnan van erőd? Honnan van ennyi optimizmus benned, ennyi derű? Tudom, hogy nekem is egy életem van, és minden ilyen embernek egy élete van, és ebből kell kihozni a legjobbat. Nagyon remélem, hogy a sorstársaknak, vagy bármilyen átlagembernek is ez nyújt motivációt, hogy mindenkinek legyen esélye a felsőoktatásban. Nem mondhassák azt valakinek anélkül, hogy bizonyíthatott volna, hogy nem ő erre alkalmatlan. Legyenek bátrak az emberek, és próbálják meg, mert tényleg egy esélyt mindenki megérdemel. Egyszer az egyik legjobb barátnőm szájából hangzott el az a mondat, hogy amíg valaki csak így lát engem, addig valószínűleg sajnálni fog, de mielőtt megismer, már irigyelni.